A palotavárosi tavaknál folytatódtak a faültetések Székesfehérváron, amely során az északi részen a város új juharfákat ültet el a Haumetköfém Kft. Székesfehérvári gyárával közösen. Cserpalkovics András elmondta, a Haumet egy évfordulóhoz kapcsolódóan álmodta meg a kezdeményezést, hogy ezek a fák elültetésre kerüljenek. 75 évvel ezelőtt Amerikában, Cleveland városában elindított a jogelőtt céd cég egy technológiai újdonságot, ami kamionokhoz, teherautókhoz kapcsolódóan alumínium tárcsák előállításával kezdett foglalkozni. Ez tehát egy ilyen szép 75-ös születésnap, és ezen belül történik most itt Székesfehérváron, ahol egyébként a kerékgyártó üzem működik, és az egyik legjelentősebb vállalat itt Székesfehérvárban ez a faültetés. A polgármester hozzátette, a városgondnokság szakemberei 74 fát a palotavárosi tavaknál, egyet pedig a Haumet gyár területén ültetnek el. Ezt a 75 éves évfordulót ünnepeljük jelen pillanatban az idejében a Haumetköfém Kft. keretein belül működő Alqua kerékterméknél, és megemlékezésül, hogy az utókornak is hagyjunk valamilyen emléket, úgy döntöttünk, hogy itt Székesfehérvár városában 75 darab juharfát ültetünk el az itt jelenlévő kollégáimnak a segítségével. Az újonnan ültetett fáknak köszönhetően a palotavárosi tavak északi részén egy valóságos mini erdő jött létre, amely kellemes kikapcsolódást nyújtott a természetbe vágyóknak.